Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. És most tényleg beszélhetünk szerelemről, hiszen a Hold eléri a mai napon Vénusz bolygót, és együtt hatnak. Mindkettőnél a nőies energiáról van szó. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, a nőies kisugárzást, és a Holdnál az érzelmekről van szó, a reményekről, az álmokról, a vágyakról. Mindkettő nőies energia, amit még a Hold jelenthet, hogy te ezt most megkapod. És hogy alakul a hétvége, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Van múlt, jelen és jövő. Először megtekintjük a múltat. Mit kellene megőrizned? Vagy mitől kellene elbúcsúznod? Most odafigyelünk arra, hogy mi történt az elmúlt napokban, hetekben. Ezen a kártyán az érmék láthatóak, és azok szimbolizálják az anyagi dolgokat, a munkát, a hivatást. Tehát ez volt fontos az elmúlt időben. Mint ahogy a képen látható, ez a férfi dolgozik, a másik segít neki, a harmadik figyeli őt, hogy mindent rendben csinál le, és pontosan így élted ezt át. Valaki állandóan figyelt téged. Ha megnézzük ezen a képen ezt a harmadik szemét, van a kezében egy írás. Ez lehet egy szerződés, egy munkahelyi változás nálad. Egy kiút, egy lehetőség. De amit ez a kép még jelenthet, hogy ő figyelget téged, ez lehet egy nő, lehet egy férfi is, és parancsolgat neked, kritizál, hogy mindent jól csinálsz-e. Ez kellemetlen a munkahelyen. Itt ezen a képen látható egy király, aki uralkodik a levegő eleme felett. Az utal a szabadság érzetére, tehát arra, hogy meg akarsz szabadulni ettől a munkától, végre fellélegezni. Vannak lehetőségek egy munkahelyi változásra. Amit a levegő eleme még jelent, az ötletek, mint például itt a tudás, rengeteg könyv van itt, az jelentheti azt, hogy tanulsz valamit, vagy utal a kommunikációra, ami segíthet neked a munkahelyet, a továbbképzést illetően. Légy ez a magabiztos királynő. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, és az jelenti a te bátorságodat. Akármilyen kihívások vannak, védd magadat. Legyen egy irány, és ne fuss el a nehézségek elől, de ne siessd el a dolgokat. Itt a harmadik kép azt jelenti, itt nyerni fogsz. Itt győztesként tudod ezt leépíteni. Vagy a kapcsolatokat, vagy ezt a helyzetet. És most megtekintjük a jövőt. Mi várható rád? Itt szintén az érmekről van szó, tehát az anyagi dolgokról, vagy a munkahelyről. Vedd kezedbe ezt az érmét, de ne siessd el a dolgokat. Tulajdonképpen te ülsz ezen a fehér paripán. Te minden pillanatban indítani tudnál,
De ahogy a képen látható, ez a ló megáll. És légy kicsit türelmes, ne siessd el a dolgokat, figyelj oda a pénzre, lehet, hogy kicsit spórolnod kell. Amit még a kép mutat, itt tanulsz valamit, hiszen ott van a könyv, ez lehet egy továbbképzés is. Amit még ez az arany érem jelent, ezek a belső értékek. Te értékes vagy, megvan a tudásod, a tehetséged, megvan a belső értéked, és légy ennek tudatában. Nem csak az fontos, hogy te ezt tudjad, hanem kell, hogy mások is értékeljenek téged. Nem csak a munkahelyen, hanem a párkapcsolat területén is. És ha úgy érzed, hogy biztos vagy magadban, a dolgaidban, akkor indíthatsz, vedd kezedbe itt a dolgokat, és akkor ez a fehér paripa előre fog menni. És mi is tovább megyünk, hogyan tovább? Lehet, hogy azért kellene még várnod, mert itt lesznek újdonságok. Ez a gyermek jelent egy új kezdetet. Azon kívül lesz itt egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Itt látható egy jóindulatú férfi a háttérben, vagy a munkahelyen, vagy jelentheti a te lelki társadat is. És itt ezen a képen már ott látható a házasság. Ez jelenti a tartós párkapcsolatot, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, utalhat egy előnyös szerződésre, mint például egy munkahelyi szerződésre. Mi befolyásolja az érzelmeidet? Itt ez a kártya, a gyermek, ugyanúgy, mint itt. Természetesen jelentheti a gyermekeket is, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és a gyermekek szimbolizálnak újdonságokat, vagy egy új kezdetet. És mi történik? Itt valaki beteg, de ez egy hamisság. Az lehet, hogy egy kolléga vagy egy kolléganő beteget jelent, de nem az igazságot mondja. Azt is jelentheti, hogy a te lelki társadnál vannak ezek az események, és az ő ex-nője jelentkezik, hivatkozik a gyermekekre, meg arra is, hogy mennyire beteg ő, de itt látható a hazugság, a hamisság, nem lehet bízni a szavaiban. És ez az újdonság várható, vagy itt lesz egy új kezdet, és ez a gyermek utal az ártatlanságra, nem a hölgy ártatlanságára, hanem arra, hogy kiderül az igazság, és ez itt a váratlan öröm. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!